Ezek a májva színű és rúzsaszín karkötők, a méhnyakrák és a HPV elleni védelmet szimbolizálják. Idén január 27-e és február 3-a között szervezték a 12. Európai Méhnyakrák Megelőzési Hetet, amelynek magyarországi programjait már 5 éve a Májva Virág Alapítvány koordinálja. Céljuk, hogy a méhnyakrák szűrés ne legyen tabu, hanem rutinná váljon a nők körében. Azt látjuk, hogy nagyon szépen fejlődik ez a terület és ez a téma, és valóban ugye nagyon fontos a férfiaknak a szerepe is, hiszen a HPV fertőzés, a humán papilloma vírus okozza a méhnyakrákot, de azon túl a férfiakat is érinti, akár a fejnyaki daganatokat, ha nézzük, vagy pedig például a nemi szervi szemölcsöket egyaránt. Úgyhogy ilyenkor mindig bekapcsoljuk a férfiakat is ezekbe a rendezvényekre, és nyitottak, egyre nyitottabbak, és egyre többen vagyunk. Az alapítvány úgynevezett Májva pontjai a betegségben érintett nők helyi szintű összefogását segítik az ország számos pontján. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott most Nyíregyháza is. A Szent István utcai városi rendelőintézetben kereshetik ezentúl a Májva Virág Alapítványt. Feladatunk továbbá, hogy a helyi szintű kapcsolatainkat erősítjük. Civil szervezetekkel, önkormányzattal, szakorvosokkal, védőnökkel szeretnénk felvenni a kapcsolatot. A helyi szintű helyi betegségben érintett közösséget összefogva, nekik klubokat szervezve, programokat szervezve szeretnénk segíteni az ő gyógyulásokat, akár gyógytornászok bevonásával, akár más módon. A méhnyakrák egy olyan megbetegedés, amelyet időben felfedezve gyakorlatilag 100%-osan tudnak gyógyítani, közölte a rendezvényen Adorján Gusztáv kórházigazgató. Azt is hangsúlyozta, hogy a Szabolcsi intézményben mintegy 25 évvel ezelőtt indult el egy olyan onkológiai program, ahol a szűréstől kezdve a kisebb beavatkozásokon keresztül a legnagyobb műtétekig minden feladatot ellátnak. Itt évente 30-40 kiterjesztett műtétet végeznek. A megbetegedés minden szexuális életet elkezdett nőnél veszélyt jelenthet, ezért is fontos a prevenció. Most már a szűrési úgynevezett, protokollik is átalakulóban vannak. Gyakorlatilag azt tanácsoljuk, hogy tehát 3 évenként mindenképpen, de valakinek, úgy érzi magát biztonságban, akkor évenként, 2 évenként javasolhatjuk ezt a szűrést. Az a lényeg, hogy valaki menjen el egy olyan helyre, ahol egy kenetvételt meg tudnak neki csinálni. Ez nem egy fájdalmas dolog, nem egy szörnyűséges dolog, és ebből a kenetből mi rengeteg olyan információt tudunk kiszűrni, hogy milyen szinten van a betegsége, milyen gyógyulási lehetőséget tudunk biztosítani. Évente körülbelül 1500 nőnél diagnosztizálnak méhnyakrákot hazánkban, ezek 400 esetben halálos kimenetelű megbetegedések. A rosszindulatú daganat elkerülhető lenne a védőoltással, tette hozzá Adorján Gusztáv. A negatív hangok ellenére mindenkinek a vakcina beadatását javasolja, ráadásul ezt évek óta ingyenesen biztosítják a 7. osztályos lányoknak.